A 40 éves Székely Csaba Marosvásárhelyen született, Kolozsváron végezte az egyetemet, ma Marosvásárhelyen él. Dráma és forgatókönyv író, dramaturg. Legismertebb műve az erdélyi magyar falvakról szóló Bányavidék trilógia, melynek különböző darabjait több romániai és magyarországi színház is játszotta. Gyakran ír kulturális különbségekről, kisebbség és többség viszonyáról. Semmit se bánok című drámája a múlt feldolgozásáról, a múlt bűneinek jelen valóságáról szól, és eddig 3 ország, 5 színházában mutatták be. A Szeretik a banánt elvtársak című darabja 2009-ben elnyerte a BBC legjobb európai drámáért járó díját, majd a Brit Írószövetség díját. Az HBO Terápia című sorozatának egyik forgatókönyvírója volt. Közönség sikerei ellenére sokan azt kifogásolják, hogy darabjaiban az erdélyi magyarságról és az egyházakról alkotott kép túlzottan negatív és általánosító. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház repertoáján szerepel a MeToo jelenséget boncolgató Nem történt semmi című előadás, melynek egyik szerzője Dálnoki Réka és Elizé Wilk mellett ugyancsak Székely Csaba. Szóval eltöntik, hogy azt csinálhatnak ott magával, amit csinálnak. Hogy megérintsék, mondjuk így. Na, ez... Ez kellene? Igen. De nagyszerű, hát pont erre van szükség. De... Csaba, kik a szakmai példaképeid, vagy ki a szakmai példaképed? Hát most... Talán azt kell mondanom, hogy ő magamnak a legjobb verziója. Ezt nem én találtam ki, Matthew McConaughey mondta egyszer egy ilyen diátadó után, hogy megköszöni ennek, és a jövőbeli tökéletesebb önmagának, és nekem tetszett ez a replika. Én azt gondolom, hogy mindenkitől tudok tanulni. Jó írótól, rossz írótól, jó színésztől, rossz színésztől, művészeti és szinte bármilyen téren, és nem példak, tehát ezért nem mondanám azt, hogy az egész világ a példaképem, hiszen az egész világból tanulok. Shakespeare analógiát használva, hogy az egész világ egy nagy színház, és benne az emberek, a színészek. Igen, de hogy mindenből tanulok, és próbálom magam jobbá tenni. Történt az meg valaha, hogy akár tudatosan, akár tudattalanul beleírtad magad egy darabodba? Valószínű, hogy igen. Nem is valószínű, tehát hogy önmagamat egy az egyben, hogy akkor az velem történt, úgy nem, de a saját életemből inspirálódtam, és írtam bele olyan dolgokat, amelyeket aztán eltúlozva, elfedve, megmásítva megmutattam, mert úgy gondoltam, hogy ez sok emberrel megtörténik, és ez nem csak az én élményem. De most ez olyan egzotikusnak tűnik, gondolom a nézőknek, hogy a drámaíró, aki egy sikeres drámaíró, beleírja magát a darabjaiba. De a kérdés azért sokkal feszítőbb. Szükségünk van a fikcióra ahhoz, hogy valóságosan és őszintén kimondjuk ma a véleményünket? Vagy lehet ez egy pajzs? Ez érdekes kérdés, mert hogy egészen hosszú ideig a fikció és a nem fikció az elég élesen elkülönült egymástól. A világirodalomban az önéletrajzírókról lehetett tudni, hogy az önéletrajz és a saját életüket, a saját élményeiket írják, a regényírók pedig kitalált történeteket írnak. Most pedig a világ egyik legsikeresebb regényírója, Karlove Knausgård, norvég író, a saját életéről ír. Nem lehet eldönteni, nem lehet tudni, hogy mi az igaz és mi a fikció benne, hiszen valóságos szereplők, valóságos események történnek benne, és nagyon őszintén, kitárulkozva, önmagát élve boncolva mutatja be azt, hogy egy átlag ember milyen problémákkal küzd, ha szerelemről, családról, szülőkről, stb. Van szó. Ilyen értelemben, tehát hogyha az ember kitárulkozik, és a saját gyengeségeit sem szégyelli, és ezt
keveri némi fikcióval, akkor az erősebb tud lenni, azt hiszem, mint egy teljesen kitalált történet. Ez az, hogy a pur personális életünket ről lebontjuk a fikciót, és így alkotunk, az egy teljesen legitim dolog. De az, hogy közéleti kérdésekben, olyan kérdésekben, amelyek ma azért így a mindennapjaink lüktetését adják, sőt, feszültségét, sőt, konfliktusát. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy úgy írjunk, hogy valójában elbújjunk a fikció mögé, hogy pajsként használjuk. Tehát beszélünk valamiről, ami az a szereplő mondja ki azt, amit én igazából gondolok, tehát kvázi nem én mondom ki. Ilyen értelemben. Ja, értem a kérdést. Hát a drámaírás ilyen szempontból egy viszonylag biztonságos műfaj a szerző számára. Mert ha a műnemeket nézzük, tehát líra, epika, dráma. A líra az, amikor az ember a legsebezhetőbb, tehát a költő szokta magát kitárni a világ elé, és a saját érzései, ami ott van a versben, az ő, az valószínű, hogy azt ő gondolja úgy. Szinte teljes azonosulás. Igen. A regényben előfordulhat ez, amiről az előbb beszéltem, hogy önéletrajzi elemek enyhén fikciósítva, stb., és akkor még mindig ott van a szerző. A drámaírónál viszont nagyon sok szereplő van. Tehát, hogy nem egy szereplőről írok, néha megtörténik ez is, vannak monodrámák, de mindig több szereplő van a szövegben, és az hiba, tehát szakmai hiba, ha a szereplők a drámaíró gondolatait mondják. Konkrétan volt olyan eset, hogy egy rendező, aki itt ebben a színházban rendezett, ő maga akart írni egy adaptációt, egy Alkésztisz adaptációt. Sorry, Militano. Igen. És elkezdte, és rájött, hogy minden szereplő Sorry, Militano hangján szólal meg, és ez nincs rendben. És akkor utána keresett meg engem, hogy nem akarnám én megírni az ő gondolatait, mert akkor én karakterekben tudok gondolkodni, és külön szereplőket. Tehát, hogy a drámaíró van a legtávolabb a saját szereplőitől, és az hiba, hogyha a saját szereplői a drámaíró gondolatait mondják. Az van, hogy az ember megalkot karaktereket, és akkor azoknak csak ilyen kis toszogatásokat, lökéseket kell adni, és akkor azok mondják a magukét, és élik a maguk életét. Én nem vagyok drámaíró, ezt kétségbe mondani nem tudom, de még mindig elegánsnak érzem a válaszodat. Tehát inkább az a lényegi kérdés, hogy volt-e olyan helyzet, amikor valamiről írni akartál, és nem mertél a te nevedben, hanem valóban odaadtad valamelyik szereplődnek? Hát én nem hiszem, hogy van olyan, amiről nem mernék. Nincs olyan téma, amiről nem mersz írni, mert úgy gondolod, hogy ez a világ nem bírja el, vagy nem is, hogy ez a világ nem bírja, hanem, hogy erről ma nagyon nehéz beszélni. Tehát tulajdonképpen, tehát, hogy is mondjam, ha valamiről szeretnék beszélni ilyen szinten, hogy legyen egy művészi formája, tehát, hogy szülessen belőle dráma, akkor úgymond kiválasztom a témát, hogy akkor erről a témáról érdemes beszélni. És akkor elkezdem kitalálni, hogy milyen szereplők legyenek abban a darabban. És aztán azok a szereplők előbb-utóbb életre kelnek, és ők majd irányítják a történetet. Tehát, hogy nem kell nekem ráerőltetnem az én gondolataimat valamelyik szereplőre is az ő száján keresztül beszélnem, hanem maga a téma valahogy így kialakítja, vagy igen, erről valahogy úgy nyilatkoztál, hogy amikor toleranciára akartad nevelni a közeget, vagy a közönségedet, akkor ez nem sikerült, akkor ez nagyon bénaként hatott. Hanem odaadtad a szereplők szájába, de az a szereplők végülis még mindig te vagy, még mindig te írod. Tehát, hogy a fikció tulajdonképpen csak mimeli a katarzist. Itt az a lényegi kérdés, hogy képesek vagyunk őszintén, képesek vagyunk úgy írni, és úgy játszani, és úgy létezni a színpadon, hogy valóságos érzéseink legyenek. Hát igen, de te amikor előadsz egy előadásban játszol, akkor azt talán nevezhetjük fikciónak is, nem, hogy te nem önmagadat játszod, hanem valaki mást játszol. Én szeretném önmagamat játszani. Azt nyilatkozod,
2019-ben, hogy miért csináljunk színházat, ha közben nem jelentünk valamit ebben a társadalomban, ha nem mutatjuk meg, hogy mi morálisan megingathatatlanok vagyunk. Hát azért ez így elég kemény. Tehát hogy ez mit jelent, hogy morálisan megingathatatlan? Tényleg ezt mondtam? Ezt. Azt is elmondom meg talán a Bota Gábor féle interjúban. Hát én azt gondolom, hogy az ember legyen önazonos, és ne adja el magát. És ha színházat, vagy nem is csak színházat, de hogyha bármilyen művészet szolgálója lesz, akkor lett egy célja tulajdonképpen. Tehát, hogy a művészetnek mégiscsak az a célja valahol, hogy szebbé tegye az életünket, és jobbá tegye az emberiséget. Tehát igaz, hogy egy luxus cikk a művészet, mert meg vagyunk nélküle, és nem ad enni, nem épít házakat, és nem operál. De olyan szempontból nevel, hogy megmutat bizonyos dolgokat, és már csak azáltal, hogy részesülünk a szépből, a jóból, a kellemesből, tudunk nevetni, sírni, megrendülünk, együtt érzünk, magunkra ismerünk, szomszédunkra ismerünk, tehát hogy olyan élményeket tud bennünk gerjeszteni, amelyek által talán egy picit változik az, ahogyan a világról gondolkodunk, ahogy az életünkről gondolkodunk. Talán egy picit változunk ezáltal mi is. Na már most, ha mi erkölcsi szemétládák vagyunk, és szeretünk másoknak rosszat okozni, vagy azt gondoljuk, hogy helyes az, ha XY el van nyomva, el van hallgattatva, az legyen, amit én akarok, az én véleményem legyen örökké, és az a politikus uralkodjon, akit én szeretek, a többiek azok menjenek a szemétládába, hallgassanak, vagy ha nem tetszik nekik, akkor költözzenek külföldre. Tehát, hogyha így gondolkodunk, akkor szerintem nem tudunk jó művészetet létrehozni. Tehát, hogy kell valamiféle humanista alap. Tehát, hogy hinni kell az emberi jóban, az emberi jóságban, és ezt kell valahogy terjeszteni. Na most itt a kérdés, hogy hogyan terjesszük ezt anélkül, hogy tanítóbácsik lennénk, és megpróbálnánk, hogy magunkról azt gondolnánk, hogy mi sokkal jobban tudjuk, mint más. Nekem erre van egy verzióm. A humanista alap, hogy tőled kölcsönözzem, az őszinteség is. Uh-huh. Alapvetően. És hogy írtatok egy darabot hárman, ugye Elize Wilke, jól ejtem? Wilk. Dánoki Réka és te, nem történt semmi, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata pont a napokban mutatta be. Itt a MeToo témát járjátok körül. Uh-huh. Ehhez nagyon nagy bátorság kell ma, és azt hiszem, hogy nagyon őszintének is kell lenni. Te hogy érzed ezt a szöveget, ezt a hármas szöveget? Egyáltalán az, amit ezzel a szövegeddel drámaíróként hozzátettél ehhez az egész történethez, ez az egész folyamathoz, ami a MeToo folyamatát vagy mozgalmát illeti, hogy érzed? Hogyan sikerült? Milyen perspektívából közelítettétek meg? Sikerült-e valami valós szembenézést generálni abban a közösségben, ahol ezt bemutatjuk, játsszuk ezt az előadást? Hát az egész Sebestyén Abával kezdődött, aki a Jorik stúdió vezetője is, és ő ajánlotta ezt a témát. Amely témáról mi már Dálnoki Rékával évekkel ezelőtt beszéltünk, hogy érdemes lenne erről írni darabot. Csak aztán nem született meg a darab. Mi megpróbáltunk erről minél gazdagabb szempontrendszert figyelembe véve beszélni, írni. Tehát nem akartuk felmondani a leckét, nem akartuk azokat a mindenki által ismert eseteket megmutatni, amelyekkel el volt árasztva az elmúlt években a média, hanem vettük a gondolatot, mint MeToo, abúzus, és ezeknek a különböző megjelenési formáit, tehát hogy az abúzus, a visszaélés, a bántalmazás, az nem csak egy filmstúdióban lehetséges, hanem otthon a kanapén is,
és nem csak férfi bántalmazhat nőt, hanem fordítva is, és van, amikor van, amikor ez a dolog kiderül, egy bántalmazás kiderül, akkor az lehet egy régóta fortyogó bosszú eredménye, vagy lehet egy abszolút jogos valami, mert az ember sorozatosan érik megaláztatások, és akkor végül valahol ez úgy előbudjan. Tehát mindezt megpróbáltuk valahogy összegyűjteni és megmutatni. Mivel három ember írta, nem egy, ezért picit a darab olyan, hogy nincs egy olyan hagyományos íve, hogy elkezdődik két szereplővel, és akkor az a két szereplő majd valamit a végére csinál, az egyik meghal mondjuk, és a másik pedig öngyilkos lesz ezért. Tehát, hogy nincs egy olyan ív, hanem több történet van, összefüggő történetek, de ezek a igazából egy ilyen mozaikra hasonlít, vagy talán egy diszkógömbre, amelyiknek sok fénye van, és akkor így forog, és az ember több oldalról látja, vagy több mindent megpróbál megvilágítani. Nem is tudom, hogy milyen példát hozzak rá. Úgy érzem, hogy elég bátran nyúltatok hozzá ez a MeToo témához, de hogy mi okoz ennyi feszültséget társadalmi szinten, akár a virtuális közegben, a virtuális agorán, amikor a MeToo-ról beszélünk. Például már olyan véleményformálókról is tudok, akik azt mondják, hogy két férfi nem beszélhet a női abuzusról. Uh-huh. Tehát ő miért nem szólal meg a női hang? Egyébként, hogy mentsem egy kicsit magukat, meg fog szólalni, mert hogy sok emberre rákérdeztem ennek kapcsán. De hogy miért fragmentálódik ennyire a véleménykülönbség, hogy miért nincs konszenzus, hogy miért nem tudunk erről úgy beszélni, hogy oké, a mozgalomnak, mint olyannak természetesen van létjogosultsága, sőt, rettenetes dolgok történnek. De hogy ez ne váljon szinte a rögtönítélés társadalmi szörnyűségévé, hogy embereket ne kelljen folyamatosan meghurcolni azért, amit tettek. Tehát, hogy én azt látom, hogy ezek a túlméretezett ideológiák, ezek ártanak. És ezt miért olyan nehéz kimondani? Hát azt hiszem, hogy a probléma egyik gyökere ott van, hogy mindig, amikor egy kisebbség, vagy egy addig elnyomott, vagy elnyomottnak vélt közeg hangot kap, akkor a társadalom többi részének kötelessége odafigyelni és meghallgatni. Most ebben az esetben a bántalmazott nők, akiknek a történeteiről eddig nem tudtunk társadalmi szinten, hangot kaptak, és akkor a legtöbb, amit tehetünk, vagy a legbölcsebb, amit tehetünk, az, hogy meghallgatjuk őket. Amikor ez a történet elkezd olyan méreteket ölteni, és olyan következményekkel járni, amelyeket igazságtalannak nevezhetünk, tehát hogy mondjuk túlcsordul az, ami egy jó kezdeményezés volt, akkor arról érdemes beszélni, vagy annak érdemes hangot adni szerintem. Tehát, sőt, én fontos. Igen, tehát hogy akkor mindenből lehet boszorkányüldözés. És a visszaélés, tehát az, hogy az én, mondjuk velem visszaéltek, vagy az én bizalmammal, és megaláztak, vagy mit tudom én, és akkor erről elkezdek beszélni, és elkezdek mutogatni emberekre, hogy ők voltak azok, az is valahol a visszaélés egy formájává változhat, mert akkor visszaélek azzal, hogy most rám figyelnek, és egyszerűen tönkre tudok tenni ezáltal embereket. Tehát nagyon óvatosan kell kezelni a helyzetet. És akkor valószínű, hogy azért nehéz erről a témáról beszélni, mert nem tudjuk még, hogy az óvatosságnak milyen mértékben kell jelen lenni ebben az egész beszélgetésben, meddig lehet elmenni. Hát van, hogy az emberek azért nem beszélnek rólam, hogy nehogy a beszélgető partnerek leharapják a fejüket, vagy akkor jön még 3-4 olyan ember, és akkor... Igen, de ezzel szemben meg az van, hogy nagyon sokan, és én nyilván kérdéseket próbálok neked feltenni, hogy nagyon sokan meg úgy beszélnek erről, mint egyedül legitim eljárási módszer azokkal szemben, akik valóban
szörnyűségeket követtek el évtizedeken át. Uh-huh. Tehát, de hogy ebből abszolút hiányzik a bocsánat kultúrája. Tehát, hogy ez a rögtönítélés mechanizmusa beindul, és a dolgok lényegét nem akarjuk megérteni, vagy hogy mondjam, a feltárások árnyalatait nem akarjuk megérteni, mert ugye a média mekkora hatalom, és hogy folyamatosan erről beszélünk, az azért elég ijesztő. Hát itt azt gondolom, hogy amikor ez elindult, akkor hát nem azt mondom, hogy kontrollálni kellett volna valamilyen szinten, de mert nem hiszem, hogy lehetett volna. De amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy ebből a mozgalomból mi lesz, akkor valahol talán különbséget kellett volna tenni, ahogy te is mondod, hogy árnyalni kellett volna a különböző mértékű visszaéléseket, abúzusokat, mert azért nem mindegy, hogy valaki megerőszakol 10 nőt egy szállodában, vagy felhívja telefonon, és olyanokat mond neki, ami a nő számára kellemetlen, tehát és akkor ugyanazt a, szinte ugyanabban az eljárásban részesült, tehát ugye neki is vége lesz a karrierjének utána. Uh-huh. Tehát, nem akarom én sem minimalizálni a dolgokat, de hogy valahol hiányzott ez, hogy a megfelelő, a mérleg megfelelő módon működjön. Hogyan válik valami, ami jó, mint egy ilyen mozgalom, ami felfedi azt, hogy bizonyos visszaélések történnek, és akkor figyeljetek ide, több ilyen ne történjen. Hogyan válhat ez is egy eszközzé, ami megpecsételi emberek sorsát, akik talán nem is követtek el olyan súlyos dolgokat. Hagyományos értelembe vett, és amikor hagyományos értelemet mondok, akkor pozitív dolgokra gondolok alapvetően. A hagyományos értelembe vett nő-férfi viszony közeledését, interakcióját, mennyiben befolyásolják ezek a mozgalmak, milyen módon igazítják, idomítják, mert hogy, és már is mondom az én válaszomat, én nagyon sok hölgyet megkérdeztem pont ennek a témának a kapcsán, és szinte kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy igen, azért ezt így elsiratják, hogy az a fajta közeledés, az a fajta teljesen emberi, teljesen normális közeledés, amit úgy azért gyakoroltak férfiak nők irányába, az is, mintha lemorzsolódna. Ettől úgy robotizálódik ez a viszony. Igen, igen, az biztos, hogy sokkal-sokkal óvatosabbak a férfiak, amikor nőkhez közelednek, és ebben az előadásban valahol erről szól az utolsó jelenete az előadásnak, amit nem én írtam, hogy mi lesz a következménye egy ilyesminek. Mivel itt is a média hatalmát látjuk, azt hiszem, hogy mindenhonnan, amikor elindult ez a MeToo mozgalom, akkor mindenhonnan jöttek ezek az információk és lebukásokról, nyílt levelekről, felszólalásokról hallottunk, hogy hány nő jelent meg, újabb nők, akik azt mondták, hogy igen, velem is elkövette ez az ember ezt a dolgot. És mi itt Európának ebben a részében, ahol nem az amerikai kultúrában nőttünk fel, picit más fogalmaink vannak arról, hogy mit lehet és mit nem lehet tenni mondjuk egy irodai közegben, munkahelyen. És amikor elkezdtek jönni ezek a hangok, akkor itt nagyon sok ember azt gondolta, hogy amit én eddig csináltam, tehát ez a flörtölés a kolléganőmmel, ezzel én belemásztam azt, hogy ez az agresszió egy formája volt, és ezt akkor többé nem tehetem. Mivel nem magyarázták el pontosan, hogy akkor meddig lehet elmenni, vagy mi az a, tehát hogy mit jelent pontosan az abúzus, az a hatalmi visszaélés, amitől óvakodni kell. És akkor a férfiak nagy része azt mondta, hogy nagyon sok, nem, nagy része, nem tudom, tehát valószínűleg nagyon sokan nem, de sokan azt mondták, hogy nem akarok tolakodó lenni, nem akarok én is úgy járni. Pedig ez a nemek közötti dinamika, ez az emberi létünknek egy alapvető. Savabós a bizonyos értelemben, hogy ilyen. Igen, és hogy ez nem azt jelenti, hogy ott tényleg szexuális vonzalomról van szó, vagy ott tényleg akkor én elvinném egy szállodaszobába, vagy ott nem tudom, mit csinálnék vele, hanem egyszerűen
egy ilyen dinamika, ami mozog az emberek között, nemek között, vagy hát azonos nemek között is adott esetben. Hát meg talán az identitás erősítő szerepe is van ennek, nem? Tehát, hogy az bátran ki tudjuk mondani, vagy lehet azt mondani, hogy egy... Most rögtön megkérdem magamtól, hogy bátran ki tudjuk már még mondani, hogy igen, egy csinos nő vagy. Uh-huh. Igen, egy szép nő vagy. Igen, egy jó pasi vagy. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hát ezek vagyunk. Ezek a megerősítő dolgok. Hát az identitásunk része, hogy én férfi vagyok. Ő nő. Tehát, hogy ma, ha ezt nem lehet kimondani, akkor valami nagyon komoly baj van. Azt szokták mondani, hogy abban az esetben nem probléma, hogyha ugyanazt mondott férfi, tehát te, mint férfi, ugyanazt mondott férfiról is, de egyébként én szoktam mondani férfiról is, hogy milyen jól nézel ma ki, vagy ilyesmit, tehát, hogy tetszik a ruhád, vagy jó inged van, vagy mit tudom én, tehát, hogy ezek a dolgok. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egyfajta identitás erősítő dolog, sőt, szükségünk is van rá, most nem tudom milyen elmélet, tehát a pszichológia tudja, hogy naponta több pozitív visszajelzésre van szükségünk ahhoz, hogy megfelelő módon működjünk. És több ölelésre. És, na igen. Most aztán képzeld. És akkor... Igen, és hát ez is az ölelésnek, virtuális ölelésnek egy formája, hogy a másikat megdicsérjük. Drámaíróként egy másik nagyon akut kérdés akár, hogy így mondjam. Én azt mondom, hogy szoktál politizálni. Sőt, azt mondom, hogy egy drámaíró politizáljon. Sőt, azt mondom, hogy a színház politizáljon. Valószínűleg ne aktuál politizáljon, de politizáljon. Mert hogy a polisz dolgaival ugye foglalkozni kell, a közügyekkel foglalkozni kell. Mégis azt mondják rólad, vagy azt hallom rólad, hogy bizonyos értelemben a baloldali diskurzus zászló vívője lettél abban, ahogy mondjuk a Facebookon, vagy a közéleti szférában, vagy a saját szférádban megnyilvánulsz. Itt alapvetően az a kérdés, hogy ez egy tudatos választás, vagy ebbe belesodródik egy drámaíró, aki nem tud mit csinálni, mert ahogy kimondja a véleményét valamiről, azonnal becsatornázzák. Uh-huh. Hát ez jó kérdés, mert egyrészt én nem értek egyet vele ezzel a beskatujázással, meg ezzel, hogy én bárminek a zászlóvívője lennék. És nem is tudatos választás az, hogy most oldalt választani, hanem ez úgy működik, hogy látok bizonyos dolgokat, amelyeket igazságtalannak tartok. Adott esetben velem szemben is történnek igazságtalan dolgok, amelyek a rendszer hibái. És, tehát, hogy az uralkodó, az aktuális politikai rendszer hibái. És ha ezek ellen felszólalok, ezeket kifogásolom, ezekről azt gondolom, hogy ezeken változtatni kell, akkor automatikusan beskatujáznak. Például teszem azt, írok egy drámát az egészségügy helyzetéről. És egészségügyel a világ legfejlettebb országaiban is gondok vannak. Tehát nincs olyan kormány, ami az egészségügyet rendbe tette, és akkor az működne. Tehát mindig lehet róla írni valamit. Mindig vannak ott valami problémák, amelyeket érdemes felszínre hozni. Na most teszem azt, írok egy darabot az egészségügyről. Egészen biztos, hogy fognak jönni emberek, akik azt mondják, hogy miért az előző rendszerben jobb volt, na miért, akkor az akkor, miért nem arról írtál, akkor az hogy. És azonnal be vagy helyezve egy valami. Hogyha más kormány lenne, és írnék az egészségügyről, ugyanaz, akkor miért az előző kormány? De Csaba, miért van ez így? Tehát, hogy én akárhogy nézem, 15-20 évvel ezelőtt nem így volt. Most ennek mennyire van szerepe például a Facebooknak, a virtuális világnak? Tehát, hogy miért van az, hogy egész egyszerűen nem tud két különböző nézőpontú, álláspontú ember leülni egy asztalhoz? Egy jobboldali, egy baloldalival. Tehát, hogy miért jutunk el ide? Mi történik velünk? Hogy egyszerűen annyira hiszterizálódik ez a közélet, hogy már az értelmes hangot ünnepeljük, ha egyáltalán van ilyen. És nem a vitát, hanem hogy valaki értelmesen megnyilvánul, és jó is továbbáll. Facebook ilyen szempontból sokat rontott szerintem a helyzeten, mert nem megfelelő közeg egy vitához a Facebook. Határozottan. És kinyilatkoztatásokra alkalmas, és vélemények prezentálására, tehát én elmondom az én véleményem, a másik elmondja az ő véleményét, egymás alatt nyomjuk a véleményeinket, de nincs közeledés. Az igazi vita
az igazi eszmecsere az az, amikor leülünk és beszélgetünk. Igen. És ez nem biztos, hogy azért nem valósul meg, mert már nem. De igen, lehet, hogy azért nem, mert már túl vagyunk hiszterizálva, és már nem akarunk leülni egymással beszélgetni. De ugyanakkor a Facebookon megtesszük, mert virtuálisan mindig bátrabbak vagyunk. Pont ezt akartam mondani, hogy ott azért élesebben fogalmazunk. Igen. Arról mit gondolsz, hogy folyamatosan itt Kelet-Európában, de akár Romániában is, aztán Magyarországon ezerrel folyamatosan diktatúrát vizionálunk, halucinálunk. Ez mennyire van rendben? Ez tényleg így működik? Vagy megint a hatalom, illetve a média hatalma az, ami bennünket ilyenné tesz? Ez is egy érdekes kérdés, mert talán köze van egy picit, vagy hasonlóan működik ennek a szerkezete, mint az abúzusok esetében, hogy mondjuk, hogy én azt gondolom, mondjuk, hogy mi egy háztartásban élünk, és én azt gondolom magamról, hogy én nagyon jól bánok veled, de te azt gondolod rólam, hogy én folyamatosan kihasznállak, és szörnyű az életed mellettem. És valahogy így működik ez a diktatúra kiáltás is, hogy a hatalom azt gondolja, hogy szabadság van, rendben van. Igen. Nagyon sok ember átélt dolgokat, amelyek miatt azt gondolja, hogy az ő jogai korlátozva vannak, és ez teljesen olyan, mint egy diktatúra. És nehéz megmondani, hogy akkor hol van az igazság, mi a... Igen, nagyon sok szabadságjogok vannak, ugyanakkor szabadságjogok megcsonkításairól is tudunk beszélni. Hangok elhallgattatása, emberek, akiknek tilos meghívni bizonyos rádiókba, tévékbe, tehát ugye olyan dolgok köszönnek vissza, amelyek diktatúrákra jellemzőek, és akkor az emberek elkezdenek diktatúrát kiáltani. Lehet ezekről a dolgokról úgy beszélni, egyáltalán úgy válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy az ember megfosztja magát az ideológiai háttértől, vagy kényszerzubbonytól, és valóban reálisan tud ránézni a jelenségekre, hogy mi történik? Én ezt megpróbálom. Tehát én úgy szeretnék ezekről gondolkodni, hogy megnézem, hogy hát ilyen pszichológiai és szociológiai dolgokat olvasok, hogy hogyan működik az ember. Engem ez nagyon érdekel. És sokat tanulok belőle, és fel is tudom használni az írásaimban. És például, hogy hogyan lehet az, hogy normális emberek a következő egyik héten még elbeszélgetnek egymással, egy asztalnál ülnek, szomszédok, következő héten az egyik a másikat feljelenti, vagy mit tudom én, valami rosszat tesz neki, mert a hatalom azt mondta neki, hogy most ők az ellenség. És ezek ezért bonyolult kérdések. Tehát a hatalomnak azért hatalom, mert tényleg hatalma van. És azt gondolom, hogy most annyira nagy lett a feszültség, a nevezzük bal és jobboldali gondolkodás között, de ha konkrétan az ideológiai tartalmát tekintjük, akkor ez valójában nem bal és jobb, mert azok más dolgokról szólnak, hanem így nevezzük, mert hagyományosan így nevezzük. Tehát, hogy baloldal és jobboldal között akkora lett a feszültség, hogy ezt csak fentről lehetne ezt csökkenteni, ezt kisütni, ezt a szikrát, ezt a feszültséget. Két dolgot lehet csinálni odafentről. Az egyik az, hogy az összebékítést segíteni, vagy ezt az ellentétet csökkenteni. A másik pedig, hogy végletesen összeugrasztani a kettőt, tehát, hogy ami már pogromokhoz, gyilkosságokhoz vezet. És hatalomnak nem érdeke ennek egyik sem. Tehát, hogyha a pogromok meg gyilkosságok vannak, akkor az ő hatalma veszélybe kerül, nemzetközi szinten ott bármi történhet. Ha csökkenti a feszültséget, akkor szavazóbázist veszít, akkor nem számíthat többé az övéire, mint harcosokra, akik bármikor kiállnak mellette, mert akkor úgy van egyfajta elpuhulás. És akkor megőrzik ezt a dolgot, és ez nem egy jó
élettér. Tehát egy, ez nem lesz az embernek jó érzése, hogyha ilyen helyzetben, ilyen körülmények között kell élnie. Igen, azt gondolom, hogy mi, akik így a mindennapokban élünk, ilyen címkéket kapunk, és szerintem abban igazad van, hogy úgy a jobb oldal, mint a bal oldal elveszíti identitását, tehát hogy igazából nem az, ami arról szól. A liberalizmus ilyen értelemben erről mit gondolsz? Mert ugye, mint pródefiníció, az arról szól, hogy szabad vagy véleményt nyilvánítani, szabad vagy. Jogod van a szabadságodhoz, jogod van ahhoz, hogy elmondd, hogy mit gondolsz. Most, mintha az történne a világban, be kell valamit Schiffer Andrásra szeretnék utalni, aki azt mondja, hogy ez pontosan az ellenkezője történik. Tehát azok, akik eddig a liberalizmus pápái voltak, most pont azok szabnak gátat. Éppen ezek a mozgalmak által, a BL mozgalom, és még talán sorolhatnánk, a woke kultúra, ugye? Nagyon különböző a társadalmi berendezkedés és a hagyományok Amerikában és nálunk. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy a liberalizmus és ezek a dolgok ezek veszélyt jelentenek számunkra, vagy egy normalitás, vagy a általunk normálisnak gondolt társadalmi berendezkedés számára. Ezek valójában nagyon távol vannak, tehát ezek Amerikában vannak, és a média által gondoljuk úgy, mintha itt lennének. És nálunk azért picit más a helyzet. Nálunk magának a liberalizmusnak szerintem nincs olyan hatása itt a mi közegünkben. Egyrészt a liberális pártra valószínűleg nincs is szükség, mert ami liberális elvek voltak, azok valahol beépültek már a... Tehát úgy értem, hogy nők szavazhatnak, kisebbségi jogokat el kell ismerni, mindig van jobbítani való, vagy mit tudom én, de hogy ez bármelyik párt elvileg megteheti, nem kell kizárólag liberálisnak lennie. De ezt a kortületet mennyire érzed érvényesnek, vagy aktuálisnak, hogy a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságának a nevében nem egyszerűen meggátoljuk, hogy mások elmondják a véleményüket, vagy akár kirekesztjük, vagy akár stigmatizálunk embereket azért, mert mondjuk esetleg, és ez egy nagyon konkrét példa, a hagyományos családmodell mellett próbálnak állást foglalni. Nem tudom. A liberális gondolkodás az eddig is arról szólt, vagy az volt az egyik összetevője, hogy a másik elmondhatja véleményét addig, amíg nem bánt vele másokat, nem ártalmas másokra nézve. Most ebből lett az, hogy egyre érzékenyebbek vagyunk, és egyre több dologról gondoljuk azt, hogy az ártalmas. Hogy az bánt. És akkor, igen, az ingerküszöbünk az egyre kevésbé. Igen, ez bántó és ártalmas. És igen, tehát hogy ez is túlcsordul, tehát hogy azt az ingerküszöböt azt valahol lennebb kéne vinni, és megtalálni a módot a normális kommunikációhoz különböző gondolkodású emberek között. Nem vagyok ehhez elég okos, hogy ennek a receptjét meg tudjam mondani, hogy ez hogyan lehetséges. Hát, hogyha már így idézetek szintjén vagyunk, akkor én azt tudnám mondani, van egy, most pontosan mit eszembe, hogy ki mondta ezt, de nagyon tetszik nekem ez alapvetően a demokráciáról szólt, amikor ezt mondta, hogy utolsó csepp véleményig is küzdeni fogok azért, hogy elmondhasd a véleményedet, még akkor is, ha az ellentétes az enyémmel. Igen, ezt Voltairenek szokták tulajdonítani, de ha jól tudom, akkor egy Voltairről szóló regényben hangzik el. Ilyen körülmények között, és most az ilyen körülmények között azt tegyük idézőjelbe, mert nem szeretnék vizionálni semmit. Alkotóként azt érzed, hogy van alkotói szabadságod? Igen. Tehát alkotóként van szabadságom, annyi, hogy vannak bizonyos színházak, ahonnan ki vagyok tiltva, de egyébként... Akkor tényleg van? Igen, tehát van, igen, tehát hogy az elhangzott magánbeszélgetésben, hogyha kiírják a nevemet a plakátra, akkor ez a színház nem kap több pénzt. Ez az én közéleti megnyilvánulásaimnak köszönhető. De egyébként én azt írhatom, amit akarok, csak hát nem minden színház mutathatja azt be. Most egy nagyon, nagyon buta kérdés jut eszembe, de muszáj feltennem, mert ilyen pragmatikusak vagyunk, hogy megérte azt a közéleti véleményedet
promoválni, és akkor ennek ez lett az ára? Hát ez az, ami választás vagy döntés kérdése. Tehát, hogy van olyan barátom, aki soha nem nyilvánul meg, és ő így közéleti szinten nem ír semmit a Facebookra, nem ad interjút, stb. És akkor ilyen értelemben nem érheti szó a ház elejét, tehát ő nyugodtan alkothat, és amit ír, azt publikálja, az rendben van. Én valahol nem tudom, azt hiszem, hogy alkati kérdés, hogy rossz az is, hogy alkati kérdés, mert azért aktivistának sem gondolom magam, tehát az is távol áll tőlem, és én azt gondolom, talán annyi az alkati kérdés, hogy bizonyos témákkal kapcsolatban valahogy jön, hogy itt már nem hallgatok. Tehát én azt gondolom, hogy ez alapvetően rendben van. Tehát, hogy a művészet az minden ideológiával szembe megy, és az embert szolgálja. Itt inkább arra próbáltam rávilágítani, hogy valóban torz ez a viszony, nem? Tehát a hatalom és a művészet viszonya. Igen, abszolút torz. Tehát az kialakult egy olyan helyzet, most visszakapcsolva oda, hogy mennyire jogos vagy sem diktatúrát kiáltani, amikor szabadon elmondhatod a véleményed bárhol. Így kialakult az a helyzet, hogy vannak kedvezményezettek és tiltottak. És én nem szeretek a saját helyzetemről beszélni olyan értelemben, hogy nem azért szólalok fel bizonyos kérdésekben, mert én megjártam, hanem egyszerűen, mert látom, hogy mások is, vagy hogy ez egy ilyen, ilyenek a közállapotok. De igen, tehát velem is előfordult, hogy megnyertem egy díjat, és akkor az állami rádió riportere azt mondta, hogy most interjút kéne veled készítsek, de sajnos veled nem szabad. Tehát ilyen dolgok miatt az ember azt gondolja, hogy ezek egy rossz rendszerből átörökített struktúrák, és hogy nem kéne létezniük. Most érezd kérlek a kérdésemnek az iróniáját. Elég magyar vagy te? Tudnélik, azt olvasom, hogy trágár, szocreál, magyartalan, gics, és valószínűleg, ha jól emlékszem, a bánya vakság. A bánya virágról írta valaki. Igen. Hát ilyen olvasói vagy nézői vélemények persze lehetnek. De én azt gondolom, hogy amíg én a magyar kultúrát szolgálom azzal, hogy minden nap 9 órakor leülök a számítógépem elé, és magyar nyelven magyar drámákat írok, és ezek aztán bekerülnek valamiféle körforgásba, eljutnak emberekhez, lesz valamilyen kulturális társadalmi szerepük adott esetben, vagy szerencsés esetben, addig ezt a dolgot nem érdemes megkérdőjelezni, hogy én magyar vagyok elég ki, vagy sem. Nyilván, meg aztán ezek a megjegyzések megmosolyogtatóak egyértelmű. De például azzal mit kezdesz, hogy ugye hát a darabjaidnak nagy sikere van, ezt ki lehet mondani, és azzal mit kezdesz, hogy azt is halljuk, meg hallom, meg utána néztem, hogy sokan azt mondják, hogy pont a székelyekről mondasz annyi rosszat, és annyi csúnyát, amennyit ők éppen nem érdemelnének meg. Bár ez nem érdem kérdése, hanem helyzet kérdése, ugye tények kérdése, de hogy ezzel szemben, vagy volt-e neked ezzel egyáltalán valamilyen érintkezésed? Konkrétan. Hát igen, néha kapok ilyen véleményeket, de ez olyasmi, mint ahogy az amerikai feketék használhatják egymásra azt a szót, amit fehérek nem használhatnak rájuk. Igen. Hogy azt gondolom, hogy én a saját közösségem problémáiról, vagy az én a mieinkről tudok szabadon beszélni, úgy, hiszen magunkról beszélek, és elmondhatom a hibáinkat is. Az viszont zavar, amikor mondjuk egy román politikus beszél úgy rólunk, ahogy én beszélek. Tehát, hogy minket azért ne támadjanak. Tehát, hogy bennem is felhorgad ilyenkor valami, hogy ez mi. Tehát, hogy ilyesmit nem szabad megengedjen magának, mondjuk egy államfő. De én, aki benne vagyok, vagy aki innen származom, ezek a gyökereim, ezek vagyok mi, ezek vagyunk én. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Én beszélhetek ezekről. És nyilván nem azért teszem, hogy én bárkit szidjak, vagy kellemetlen helyzetbe hozzak, hanem,
hanem hogy megmutassam, hogy hogyan működnek itt a viszonyok, és milyenek az emberek, illetve milyen helyzetbe kényszerülnek itt az emberek. Amíg abban az illúzióban nem szabad ringatnunk magunkat, hogy az, amit csinálunk, az mindenkinek tetszik. A budapesti Radnóti Színházban a 10 című drámád egy sikertörténet, ez kétségtelen. Ugye a 10 parancsolatról beszélsz abban a drámában. Mit gondolsz, hogy milyen az egyház helyzete abban a társadalomban, ahol élünk? Mennyire tölti be küldetését? Egyáltalán mit gondolsz küldetésének? Hát nem biztos, hogy... hogy hát egyrészt, hogy bármit is számít az én véleményem ezzel kapcsolatban. Abban az értelemben igen, mert hogy sőt, gyakran érintkezel az egyházzal, mint olyan drámáidban, tehát hogy foglalkoztat ez a téma. Legalábbis én így olvasom ki. Igen, foglalkoztat olyan szempontból, hogy hát például a mondjuk úgy hagyományos közösségekben, tehát például falvakban. Az egyház egy elég fontos támasz a közösségek számára, hagyományosan mindenki jár templomba a falon. Nem konkrétan mindenki, de nagyon sok ember. És hát ez egy, ez kéne, hogy legyen az egyik pillér, tehát hogy a másik az iskola, tehát hogy az egyház és az iskola két olyan pillér, amire mi támaszkodhatunk. És az egyház azt gondolom, hogy ma nem tölti be ezt a funkcióját, vagy elveszítette ezt a funkcióját elég régóta. És tudom, hogy nem tartozik a sajátosságai közé az, hogy megváltozzon, reformálódjon, ha bár nem lett volna reformáció, ha nem tartozna a sajátosságai közé, de ezért mégis, tehát hogyha mondjuk a katolikus egyházat tesszük, akkor az azért katolikus egyház, mert hagyományos. Nem beszélve az ortodox egyházat. Tehát, hogy most ma már a református egyház is, tehát hogy mindegyiknek létrejött egy maga belső miensége, és akkor olyan, ahhoz ragaszkodik, nem újul meg. És azt gondolom, hogy valahogy ki kéne találni újra ezeket, tehát hogy nem tudom, egy civil szervezetként, vagy valamivé történő, nem teljes átalakulás, de hogy ez legyen az egyik feladata. Mit tudom én, a szegények támogatása, olyan munkáknak a felvállalása, amelyeket, ahol hiányosságok vannak egészségügyben, vagy nevelésben, vagy ilyesmi. És tehát, hogy ki kéne találni azt, hogy hogyan vehetne részt aktívabban a társadalomban, anélkül, hogy az ember azt érezné, hogy én bármi, amit csinálok, az rossz. Tehát, hogy én bűnös vagyok. És, tehát, hogy ezt a dolgot... Tehát szerintem túlzásba volt véve a történelem során ez a része. Sokkal felszabadultabbak azok az emberek, akik nem olyan vallást követnek, ahol kezdettől az van, hogy születésedtől fogva bűnös vagy, és rengeteg ilyen megkötés van. Tehát, hogy a jó embernek lenni, az úgymond bűntelen életet élni, azt valószínű, hogy lehet... Egyház független? Igen, egyrészt igen, egy egyház független is, de hogy lehet fenyegetések nélkül is. De ez is egy nevelési kérdés, hogy büntetést lebegtetek meg a gyerek előtt, egyházi értelemben ez majd a pokolra jutsz, vagy inspirálom valami a pontosan. Legyen itt végül talán a idegesítőbb kérdés, amit egy írónak fel lehet tenni, hogy most mind dolgozom? Több dolog is van most, amin dolgozom. Készül Csíkszeredában egy Csárdás királynő, amelynek a szövegét én adaptálom, és ha ez megvalósul, akkor szeretnék megírni két darabot, amit már régóta tervezek. Pontosabban az egyiket nagyon régóta tervezem, a másik az egy friss ötlet, az a pandémia hatása. De ezt szeretném most a következő időszakban megírni. Hát az egyik, az amit most először, az egy olyan darab, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egy pandémiás helyzetben, nem akarok részletekbe belemenni, mivé válik az ember. Legyen ennyi elég. És a másik pedig egy nagyon régóta szeretnék megírni azt egy darabot, a bözödújfalusi szombatosok történetéről. És valamikor 6 vagy 7 évvel ezelőtt ezt elkezdtem,
kitaláltam a szereplőket, nagyjából a történetet is, de mindig tologattam, mindig halogattam, mivel nagy munka van vele, és kell legalább egy fél év, hanem egy egész teljes év, hogy ezt megírjam. És hát ez az, amin dolgozni fogok a következő időszakban. Izgalmas hangzik, különösen ez a szombatosok története, ami egy elég tragikus történet. És azt gondolom, hogy az is egy olyan dolog lehet, ami az egész világ érdeklődésére számot tarthat. Igen. Köszönöm, Csaba, hogy beszélgettünk. A nézőket pedig hívom a Nem történt semmi című előadásra, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának és a Jóvik stúdiónak az előadására, aminek Csaba volt a társszerzője. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.